Mintegy 130 az oktatást érintő jogszabályt és rendeletet írtak át a közelmúltban, annak érdekében, hogy stabilizálják az eddig két pillére nyúgvó rendszert. Saját szakképzési rendszert hoztak létre, az átalakítással kapcsolatban pedig a területért felelős helyettes államtitkár országjárásba kezdett, melynek keretében szerdán Nyíregyházán is tájékoztatta az érintett iskolaigazgatókat, kancellárokat az aktuális feladatokról. Pöröskei Gábornét az átalakítás okairól kérdeztük. Sokkal rugalmasabb szabályozásra volt szükség a szakképzésbe, azért mert a duális képzésnél szükséges, hogy a gyerekeket nagyobb időegységekbe adjuk oda a vállalkozóknak, tehát egy ilyen tömbös kihelyezésre. Nem értelmezhető a 45 perc gyakorlatilag így a szakképzésbe, mint ahogy a tanároknak a heti 22 órás vagy 22 kötője 26 órás órakerete sem értelmezhető, hiszen ezért inkább éves órakeretben gondolkodunk mi, hiszen nagyon-nagyon ingadozó az iskola és a vállalat közötti képzésnek az időeltolódása. A helyettes államtitkár hozzátette, tartalmi oldalról is rugalmasabbá válik a szakképzés rendszere. Nincs ugyanis kerettanterv, csak képzési kimeneti követelmény a vizsga elvárásairól, arról, hogy milyen ágazati kompetenciákkal kell rendelkeznie annak, aki az adott szakmát kitanulta. Fontos változás, hogy az 5 éves technikus képzés végén összekötik az érettségit és a technikusi vizsgát. Ezentúl az egyik érettségi tárgyat kiváltja a technikusi oklevél, ráadásul emelt szintű tárgyként. Újdonság az is, hogy az érintett diákok már csak egy nyelvet tanulnak, de azt a képzés teljes ideje alatt. Az átalakítás alapjául szolgáló mintákat egyébként nyugat-európai országokból vették, ahol jóval többen tanulnak szakképzés keretében. Idehaza jelenleg 40% a gimnáziumban tanulók aránya. Ezt szeretnék a jövőben 20-30% közé csökkenteni, hogy helyette mind többen válasszák a szakképzés rendszerét. Az a lényeg, hogy alternatívák legyünk a gimnáziumnak, és a mérnökképzésnek az előszobája legyen a technikusság. Tehát ebben az esetben akár jobban össze tudjuk kötni egyébként az egyetem és a technikusi képzést is, jelenleg is dolgozunk ilyen pályloton, és így akár rövidebb idő alatt is el lehet végezni az egyetemet. Nagyon sok lehetőség van a szakképzésben, ezeket a lehetőségeket most szabályozás szintén is megteremtettük. A cél, hogy pozitív üzeneteket továbbítsanak a tanulók felé, hogy utóbbiak lássák, megvan a karrier lehetősége a szakképzésben is. Időben egyébként kicsit eltolják a szakmaválasztást, az ösztöndi rendszert pedig kibővítik, a juttatás a technikumban és a szakképzőben is elérhetővé válik. Mint Pöröskei Gáborné fogalmazott, fel van adva a lecke az iskoláknak, hogy megtanulják a piaci szereplőktől azt a rugalmasságot, ami egy gyorsabb, hatékonyabb képzést tesz lehetővé.